Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, Mizó is október 25-én. A hold a mai napon a Danista holdházban található. Danista lefordítva határt jelent. És számunkra azt közli, hogy ha valamit meg szeretnénk valósítani, mi fogva érezzük magunkat, ez beszorít bennünket, ez a határ, ezek lehetnek a mi félelmeink, de előfordulhat az is, hogy mások korlátoznak bennünket. Itt azt kell megtanulnunk, hogy átlépjük ezeken magunkat, és éljük az álmainkat, hogy a terveinket meg tudjuk valósítani. Mert ez fontos, a reális dolgok. E felett, a holdház felett a vazusz uralkodik, ez jelenti a négy elemet. A tűz elemét, a víz elemét, a levegő elemét és a föld elemét. Azon kívül jön hozzá egy ötödik elem, az éter. Ez egy olyan finom energia mező, ami összeköt bennünket az isteni hatalommal, vagy az angyalokkal. Itt ennél a holdháznál kell a harmónia, a belső egyensúly, és ebben segítenek ezek az elemek. A tűz eleme mutatja a lelkesedést, a víz eleme az érzelmeket, az intuíciónkat, a föld eleme a reális dolgokat és anyagi témákat, a levegő eleme pedig a könnyűséget. Hozzájön az éter, az isteni segítség, amiben bízhatunk. A mai napon találkozik a nap egy visszatekintő Merkur bolygóval, és együtt hatnak. Itt kommunikációról van szó, és a nap hatása alatt kinyitjuk a szemünket, és tudni akarjuk a valóságot. A témák, az igazság vagy az igazságtalanság, amit átéltünk, lehet egy bírósági ügy is, ami még fontos a párkapcsolat. Itt komoly beszélgetésekről van szó, és látni akarunk valamit, szeretnénk valamit tisztázni, vagy mások szeretnének velünk valamit tisztázni. És ez volt a mai felvételem, Mizó is, október 25-én. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!